Már minden harmadik volánbuszon lehet kártyával fizetni. A hagyományokhoz híven a faluház udvarán, a szín alatt tartották meg Tahitót faluban a Szent István napi ünnepséget. Idén is megszervezik a nyitott templomok hétvégéjét Szentendrén. Már minden harmadik volánbuszon lehet kártyával fizetni. Június vége óta már mintegy 2000 autóbuszra került fel a POS terminál, és országszerte 15 szerelőcsapat dolgozik folyamatosan azon, hogy október végéig mind az 5330 darab helyközi közszolgáltatást ellátó buszon elérhetővé váljon az elektronikus jegy- és bérletváltás. A terminálok természetesen nem csak bankkártya, hanem a fizetésre alkalmas applikációval rendelkező okoseszközök használatát is lehetővé teszik. Aki nem tudja menetjegyét elővételben megváltani, annak is gyorsabb, egyszerűbb így, hiszen nem kell készpénzt, apró pénzt magával vinnie. Egyre több járaton érhető el a készpénzmentes fizetési lehetőség. Keressék a bankkártyás fizetést jelző matricát az autóbuszokon, vagy kérdezzék az autóbusz vezetőket a lehetőségről. A MÁV Volán csoport az utaskiszolgálás folyamatának gyorsulását és a működési költségek csökkenését is várja a szolgáltatás fejlesztéstől. A vállalatcsoport bízik abban, hogy a fedélzeti elektronikus fizetés bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. A hagyományokhoz híven a faluház udvarán, a szín alatt tartották meg Tahitót faluban a Szent István napi ünnepséget. A himnusz eléneklése után Marton Zoltán László plébániai kormányzó megáldotta a kenyeret, majd ökumenikus igehirdetés következett. Váradi Antal baptista lelkész az ünneplés eredetére és fontosságára irányította rá a figyelmet. A Teremtés könyve, ahogyan leírja a teremtés napjait, a negyedik napnál, ilyet olvasunk a teremtés negyedik napjánál, azután ezt mondta az Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Úgy tűnik, hogy az Isten már a teremtéskor úgy alkotta meg az embert, hogy az ünneplés az az életének, a személyiségének a része legyen. Úgy vagyunk megalkotva, hogy az emberségünkhöz tartozik, hogy ünneplünk. De mi az ünnepnek a célja? Az ünnepnek a célja az emlékezés. Emlékeznünk kell valamire, de az ünnepnek a célja, hogy amikor emlékezünk, hálát is tudjunk adni, és az ünnepnek a része az öröm, hogy örvendezni tudjunk annak a múltbéli eseményeknek, amire az ünnep emlékeztet bennünket. Van okunk hálát adni, hogy mi egy olyan országban élhetünk, ahol még jelen pillanatban szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat. Mert nem gondolnánk, de a keresztény üldözés Európát is elérte. Van okunk hálát adni azért, hogy még bennünket nem ért el. És egy olyan kormányunk van, aki próbálja védeni még a kereszténységet. Külön hála, hogy itt Tahitót faluban egyházi ünnepként élhetjük meg augusztus 20-át, mert vannak olyan települések, ahol egyszerű beszédekkel kereszténységet nélkülözve emlékeznek erre a mai napra. Az ökumenikus igehirdetés folytatásában dr. Árvavölgyi Béla református lelkipásztor mondott hálaadó imát, melyben köszönetet mondott az új kenyérért, a búzáért, amelyet ebben az aszályos évben is sikerült bőségesen learatni, majd kérte az Urat, hogy tartsa meg országunkat, népünket és a keresztényeket. Kérünk, hogy a mi megfáradt kereszténységünket is te erősítsd meg, hogy ne ragadjunk le az emberi dolgoknál, hanem ahogyan egy falat kenyérről eszünkbe juthat a te törődésed a testünkkel, és azonnal eszünkbe juthat a lelkünkkel való törődésed is az úrvacsora sákramentumában, hát hadd lehessen így mindenben ebben az életben, hogy ne nélküled, hanem veled éljük ennek az életnek a mindennapjait. Te legyél, aki erkölcseinkben, döntéseinkben meghatározol. Kérünk, hogy így adj ezután
is keresztjén jövendőt ennek a nemzetnek. Kérünk, így segíts gyermekeinket, unokáinkat is megtanítani arra, amire minket is megtanítottak az elődeink, hogy fontos, hogy hozzád tartozó, hozzád méltó életet, magyar életet éljünk. Kérünk, így áld meg településünket, nemzetünket, gyülekezeteinket, mindazokat, akik benned reménykednek, és minden magyart szélese világon. A megáldott kenyeret népviseletbe öltözött iskolások kínálták az ünneplőknek, majd Molnár Réka előadásában a Szent István imádságot hallgathatták meg. Ó Szent István, dicsértessé, menj és földön tiszteltessé, de főképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat. Szent István, nézd, menj bőle a szép magyar népedre. Dr. Sajtos Sándor polgármester ünnepi köszöntőjében a magyarok őstörténetéről beszélt. Utalt Nagy Gyula az Ellopott Magyar Őstörténet című könyvére. A meglévő kutatások alapján összefoglalja, hogy amikor az nép elindult valahonnan Ázsiából, és a Kárpát-medencébe ért, milyen viszontagságon ment keresztül, és hosszú éveken keresztül hogyan jutott el az államiságig, hogyan döntött ugye a Bizánc, és hogyan döntött Róma között. Ez több évtizedes döntésnek a folyamata volt, mire Szent István bölcsen úgy döntött, hogy oda. És talán egyetlen dolog lenne, amit én ezt hozzá tudok tenni, hogy miért is. Mert amit régen nekünk sajnos mondjuk úgy tanítottak, hogy a magyarok kalandozásai, hát ezek nem kalandok voltak, ezek zömében nagyon, nagyon tudatos, felderítő és Európát megismerő utak voltak, és nem egy számos alkalommal pedig különböző európai népek, erők és hatalmasságok kértek föl, hogy vegyünk részt különböző oldalon ezekben a feladatokban. Így megismerték Európát, megismertük Európának az irányát, megismertük a kereszténység irányát, megtaláltuk, hogy hol a tenger, hol kezdődik a tenger, és másiknak meg hol van vége. Tehát sok olyan tapasztalásra tett ez a nép szert, ami nagyon nagy mértékben hozzásegített ahhoz, hogy megtaláljuk helyünket az akkori Európában. Vacó Zoltán, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ünnepi beszédében a vármegye rendszer történetét emelte középpontba, amely gyakorlatilag Szent István uralkodásáig vezethető vissza. Ma Szent István király államalkotó munkájára emlékezünk. Mai beszédemben egyik legmaradandóbb örökségével, a vármegye rendszerrel kapcsolatban szeretnék önökkel néhány gondolatot megosztani. Szent István király fölismerte, hogy a jól szervezett állam alapja az erős közigazgatási rendszer, amely képes biztosítani a rendet, a jogot és a biztonságot az ország minden szegletében. Az általa létrehozott vármegyerendszer egyszerre volt a központi hatalom eszköze és a helyi közösségek önszerveződésének terepe, mely évszázadokon át biztosította Magyarország egységét és stabilitását. Ez a rendszer 950 évig élt, utána 70 évig csak megyenéven létezett. 2023. január 1-től újra a vármegye elnevezést használjuk. Magyarországon a vármegy egyidős az állammal, immáron 1000 évnél is idősebb. A magyar állam egyik legrégebbi szervezeti egysége visszakapta azt az elnevezést, amit történetének elsőprően nagy részében viselt. A döntés jelentőségét a magyar történelem és a hagyományok előtti tisztelgés adja. A mai nap üzenete, amit szeretném, ha elvinnének magukkal, az az, hogy ha vármegye bérletet vásárolnak, autójukkal elhaladnak vármegye határokat jelző táblák mellett, vagy ha a híradásokban meghallják a vármegye szót, gondoljanak nem csak a mai ünnep alkalmával,
hanem a hétköznapokban is Szent István király államszervező munkájára. Az ünnepség zárásaként a közönség meghallgatta Molnár Réka előadásában és a szigeti muzsikusok kíséretével az Árpád himnuszt, majd hagyományosan a falu kemencéjében sült kenyérlángossal vendégelte meg az önkormányzat a megjelenteket. Álmos vezér midőn, őseihez tére, Árpád lőn utána magyarok vezére. Ha rám figyelmeztek el, mondom most nektek, ki volt a vitéz, kit Árpádnak neveztek. A nagy birodalmat, a magyar otthonát, hol megdönti saját terhe a gabonát, hol tűzzel van töltve a szőlő keresztje, ezt a szép országot Hős Árpád szerezte. Magyarok, mikor e szent nevet halljátok, mintha oltár előtt templomba volnátok. Emeljétek meg a kalapjaitokat, így köszönjétek meg néki hazátokat. Szeptember 6-a és 8-a között újra Szentendrén nyitott templomok hétvégéje programsorozat lesz. Sok érdekfeszítő kulturális és zenei eseményen lehet részt venni. Lesz a műsoron orgona, cselló, fuvola, jazz zongora, korhű hangszerek koncertje, és a legszebb hangszer az emberi énekhang is. Ezek csendülnek fel újra Szentendre 9 templomában és 3 imaházában, a Ferenci Múzeumi Centrum szakrális összművészeti fesztiválján. A tartalmas és felemelő események között templomséták, kiállítások, művészeti zenetörténeti előadások, kreatív programok várnak. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők a programokon, további részleteket a közösségi oldalon lehet megtalálni.